Szeretettel köszöntjük Önöket, nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A PPH, a Nyílt Akadémia Közös Élet és Embertismerés Fejlesztő Képzésén. Én Szedlacsikné Krisztina vagyok. Szedlacsik Gergő vagyok, mi vagyunk a PPH egyik vezető házaspárja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. Budapesten élünk szuperfeleségemmel, egy cégnél dolgozom, a rendszergazda vagyok, illetve a cég ügyeit is intézem, emellett PPH csapatépítéssel is foglalkozok. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert édesapám Szedlacsik Miklós gyerekkorom óta visz a rendezvényekre, és azóta támogatom munkásságában, plusz én is szeretem az emberek tudatosságának növelését, hogy bejussunk az aranykorba. Fiatalként megéltem, amikor édesapám váltott a pénzügyi területről. Nagyon jó váltás volt, hogy az emberek szellemi fejlődésre való átállás. Nagyon elgondolkodtattak a képzések az életemmel kapcsolatban, és elkezdtem felismerni a hibáimat is. Hogy még mit adott nekem a coach képzés, elkezdtem megérteni az emberek működését a coach képzések tanulásával, és ezáltal magamat is megismertem. Itt találtam meg életem szerelmét is, itt áll mellettem. Ezért érdemes itt a PPH-ba párt keresni, mert hasonló érdeklődés körű emberekkel tudsz ismerkedni, találkozhatsz. Én is szeretnék pár gondolatot mondani magamról. Boldog házasságban élünk a férjemmel Budapesten, és folyamatosan építjük a kapcsolatunkat. Számomra a PPH csapatépítés a fő tevékenység, de emellett még irodában dolgozom hárasszisztensként. Én lassan már 6. éve, hogy itt tanulok a Nyílt Akadémiánál, édesanyám Csonka Erzsébet javaslatára, és azóta a legjobb döntésemnek tartom, hogy elkezdtem. Gyerekkorom óta engem már érdekeltek a spirituális dolgok, a terület, és édesanyám révén a természetgyógyászatba is belefolytam, megtanultam. Ahogy felnőttem, elsodort sajnos az élet, kikerültem Ausztriába, belekerültem a vendéglátásba, és nem találtam a helyem. Közben több szakmát is megtanultam, az idegenforgalmon kívül, bármixer, barista, meg egyéb más ilyen hasonlók, de nem találtam a helyem. Ekkor jött a PPH az életembe, mert boldogtalan voltam, hontalan, és nem találtam, merre haladjak. Változtatni akartam, kikerülni abból a helyzetből. És megtetszett a lehetőség, hogy egy olyan szakmát, ugye életjobbító coachnak tanulhatok, amivel másoknak is tudok segíteni, nem csak a saját életemet rendbe rakhatom. Nekem mindig is fontos volt, hogy mosolyt csaljak az emberek arcára. Ekkor indult el bennem a változás. Számomra, mikor eljöttem szemináriumra, akkor vált biztossá, hogy igen, jó helyen vagyok, és szeretnék Szedlacsik Miklós képzésein részt venni. Körülbelül 3 éve, hogy megismerkedtünk Gergővel, és azóta most már házasságban élünk. Nagyon sokat nőiesedtem a képzések által, illetve finomodtam, egyre jobban kiegészítjük egymást. És nagyon jó érzés, hogy ilyen párom van, és együtt tanulunk. Számomra hitelessé vált Szedlacsik Miklós a képzések által, egy példamutató tanító. De ismerjétek meg ti személyesen. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mester, coach és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, képessége és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülával teszi a bolygón. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezetői pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljes ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az ember javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget.
Ő az, aki mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, édesapámat, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy ilyen sokan vagyunk a teremben. Megyünk jövő hónaptól egyen nagyobbba. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Az elmúlt időszakban, ahányszor csak délelőtti órákban kinéztem az égre, ha nem volt felhő, akkor láttam chemtrail felhőt. Nem tudom, ti szoktátok-e mostanában figyelni, főleg annak kapcsán, hogy szoktam erről beszélni. De hihetetlen, hogy mit összechemtraileznek. Hihetetlen. Tehát ezt az elmebeteget, aki ezt kitalálta, nem volt százas. Az volt biztos. Szóval egy érdekes világban élünk, és akkor nézzük, hogy mivel is foglalkozunk. Képzéseket tartunk. Ha egy mondatba összefoglalnám, hogy milyen képzéseket tartunk, akkor azt mondanám, hogy amit közvetlenül hatásként érzékelni tudsz, az azt jelenti, hogy személyiségfejlesztés. Tehát közvetlen hatásában személyiségfejlesztő képzéseket tartunk, de az a legfontosabb, hogy miért. Hát ugye, mert nekem van egy küldetésem, amit be kell teljesíteni, amiért én erre a bolygóra születtem, és ez a küldetés, ez nem csak az én küldetésem, hanem az emberiség küldetése, csak erről az emberiség nem tud. És mi vagyunk a hírvivők. Mit jelent ez a hírvivőség? Ezt jelenti, hogy azt az ismeretet kell eljuttatni az emberek részére, hogy nekik nem a Földön van dolguk, hanem a világegyetemben. A Föld az csak egy iskola, egy olyan iskola, ahol az ember képessé válik arra, hogy megismerje a jó és a rossz közötti különbséget egy élet során. És egy élet során oda jusson, hogy képes majd a világegyetemben működni, de nem emberként, hanem olyan lényként, aki a testét úgy hordja, mint most te a ruhádat. Hát azzal a kivétellel, hogy a ruhádat szoktad mosni, a kívül belül a testet aztán akkor mossa az ember, mikor benne van, nem? Tehát lényeg az, hogy akármilyen hihetetlen, de nem azért vagy itt a Földön, hogy azt a szerepet betöltsd, amit a földi emberek most betöltenek. A Földön azért vagy,
hogy mondom szó szerint, megtapasztalhassd azt, hogy mi a különbség a jó és a rossz között, és a jó és a rossz különböző fokozatai között, és képes legyél különbségeket tenni a jó és a rossz különböző fokozatai között. És ezt meg tudod tanulni egy élet során, és ha ezt megtanulod egy élet során, akkor visszakapod azt az összes tudást, amit az életeid során megszereztél, de azt most kellene kezelned azt a tudást, most kellene használnod azt a tudást, azzal az lenne a probléma, hogy óriási frusztrációt okozna, és az a tudás, az egyszerűen nem tudna működni úgy, hogy ebben a testben vagy. Tehát ez a tudás nem alkalmas a mérhetetlen mennyiségű, illetve ez a test nem alkalmas a mérhetetlen mennyiségű tudásra. Ugyanis neked mérhetetlen mennyiségű tudásod van. Bár az emberiség 1,5 millió éve létezik itt a Földön, és lehet, hogy valaki többször megfordult itt már, vagy akár igen sokszor, akár több ezerszer megfordult itt már a Földön, mint emberi lény reinkarnáció sorozatában, de mégis akik hallgatnak, azok valószínűleg nem így működtek az életük során, hanem úgy, hogy nem olyan régóta vagy itt a Földön, lehet, hogy éppen csak itt ebben az életedben vagy a Földön, és két céllal vagy itt, hogy te is tapasztalj olyan dolgokat, amit az emberek meg tudnak tapasztalni, és tudjál segíteni másoknak arra abban, hogy kikerüljenek ebből a reinkarnációs folyamatból. De mi a dolgunk a világegyetemben? Hát most gondold végig, ez szó szerint nem is olyan, mint egy iskola, hanem olyan, mint egy óvoda, mert az óvodából tehát az óvodába bezárják a gyereket. Tehát az óvodából nem tud kimenni a gyerek, és addig nem tud kimenni a gyerek az óvodából, ameddig a szülők nem mennek érte, és nem hozzák haza. Na most ugyanez a Föld, tehát az iskolából akár foghatnád magad, azt hazamehetnél, érted? Nem tudom, lehet, hogy most már nem így működnek az iskolák, hanem lehet, hogy már kulcsra zárják, hogy a gyerekek ne tudjanak hazamenni, de az én időmben simán haza lehetett menni az iskolából. Nem volt az iskola kulcsra zárva. Na szóval lényeg az, hogy inkább az óvodához hasonlít, mert ha megnézed ezt a bolygót, nem hagyhatjuk el. Itt regélnek arról, ilyen hülyeséget hallottam, hogy most reggel, képzeld, reggel a rádióban ilyen hülyeségeket beszélnek, hogy 25-től mit tudom én melyik kormány azt tervezi, hogy növényeket akar termeszteni a Holdon. Mondom, ekkora hülyeséget hogy beszélhetnek? Érted? Hogy? Tehát el se juthatnak a Holdra. Mikor mennek, utazgatnak a Holdra? Sose. Érted? Állítólag utaztak a Holdon, Holdra, aztán vagy így volt, vagy nem. De én azt mondanám, hogy nem így volt. Tehát az én ismereteim szerint nem így volt. Tehát ember nem mehet a Holdra. Jó? Ennyi. Szóval, lényeg az, hogy itt vagyunk mi bezárva ebbe a bolygó, hát felületére mondjuk ezt. És ez is érdekes például, hogy a világegyetemben az élet nagy része
az nem a Föld felszínén van, illetve a bolygó felszínén. Miért? Mert a bolygó felszíne nem biztonságos. Hát annál sokkal biztonságosabb egy bolygó belseje. Érted? Ami annyit jelent, hogy itt vagyunk a Földön, azt mondjuk, hogy milyen gyönyörű szép világunk van, tényleg, szép a bolygó, de mégis akkor miért van az, hogy ennél sokkal, de sokkal több milliárd lélek, az nem egy bolygó felszínén él, hanem egy bolygóban él. Gondoljátok végig. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy miért kell nekünk, tehát mondjuk egy aranykor. Hát nézzük közvetlen információként, közvetlen érzékelésként, hogy mennyire jó ez a dedilit társadalmi forma, ami most van. Demokratikus, diktatórikus liberalizmus. Ez a dedili társadalmi forma, ez mennyire jó? Hát erre szokták mondani, hogy ez még a kutyának se jó. Nem, hogy egy embernek. Hát gondold végig, mennyire jó az, hogy folyamatosan az embereket, mondhatjuk azt, hogy hülyének nézik. De ugye azt lehet hülyének nézni, aki hülyének nézhető, nem? Nem? Tehát, ha csak megnézzük ezt a chemtrail kérdését, én simán el tudom azt képzelni, hogy megbeszélik olyan emberekkel, akik ehhez a témához valamilyen szinten értenek, és azt mondják, hogy hát most nézd meg ezt az emberiséget. Miért nem érgezzük? Ezek fejlődnek. Ezek semmi másra nem foglalkoznak, csak saját magukkal. Érted? És minek ide ennyi ember? Mérgezzük őket. És akkor simán belemennek, érted, hogy hát tényleg, minek ennyi ember? Csak baj van velük. Nem? És akkor kitalálnak mindenféle mérgezéses dolgot itt a bolygón, amivel az embereket tudják mérgezni. És akkor csinálnak ilyen tanulmányokat, ebben, titkos tanulmányokat ebben kapcsolatban, hogy hogy lehet elérni, hogy minél több ember az elhagyja ezt a testét. Nem úgy, hogy szándékosan. Tehát nem úgy, hogy fogja szándékosan, kilép a, mint lélek a testéből, hanem úgy, hogy nem szándékosan. Tehát a túlélését veszélyeztetve. És ha logikusan végig gondolod, simán rábeszélhető az állami vezetőkkel, a gazdag emberekkel, hogy hát az lenne a jó ennek az emberiségnek, hogyha gyakorlatilag nem ekkora lélekszámmal működne. Különben is hát a hatalomban lévőknek mi a manónak ennyi ember? Hát gondold végig, logikusan gondold végig. Hogy simán elképzelhető, hogy megbeszélhető velük, hogy nézz rá az emberiségre, ennek az emberiségnek így, ilyen formában igazából nem sok értelme van. Vagy rosszul gondolom, hogy ezt gondolják. És ezt simán meg tudják beszélni a hatalmon lévő emberekkel. Hát nézz rájuk, és elfogadják, hogy ez így van. De ez lenne az emberiség küldetése. Hogy úgy működjön, mint mondjuk egy állat,
hogy most kell ez nekünk, vagy nem kell ez nekünk. Kell-e az az állat, vagy nem kell. Kell ez az emberiség, vagy nem kell. És akkor ezzel játszanak emberek itt a bolygón. Gondold végig. Egyszerű kérdés, és ha jobban megnézzük, ha valamilyen szinten az emberiség alájátszik ennek a dolognak. Minek fejlődni, minek jónak lenni, minek etikusnak lenni, minek becsületesnek lenni, minek szeretettet alkalmazni embereknél, minek, minek. Hát ezzel alájátszanak arra, hogy azt gondolják, hogy ennek az emberiségnek így ilyen mértékben mi az értelme. Gondold végig. És akkor csinálnak ilyeneket, hogy jó, akkor mérgezzük az élelmiszereket, mert mérgezik. Mindenféle adalékkal mérgezik. Mérgezik eleve már a növényeket, amiből élelmiszer lesz, vegyszerekkel. Érted? Mérgezik a vizet. A vízbe olyan, az ivóvizekbe olyan dolgokat raknak bele, már egyes országokba, ami méreg. Nyilván nem nagy mennyiségben, nem tudom, tudod-e, hogy csak most mondok egy példát, hogy mit tudom én, ciánnal meg lehet valakit úgy mérgezni, hogy egy picit adagolják csak a ciánt. És nem hal meg a cián mérgezésben. Hanem majd egy idő után. Ezt csinálták például Napóleonnal. Napóleon nem így halt meg egyik pillanatra a másikra, hanem mindig kapott egy nagyon pici ciánt, ami nem ölte meg. És addig mérgezték, míg a szervezete föladta, tehát nem bírta tovább, érted? Tehát ez történik minden szint, akkor mérgezzük, eddig a levegő nem volt nagyon mérgezve. Na most ma azt is mérgezik. És tehát minthogyha az látszódna, hogy így összejátszanak az emberiség ellen, de hát mondom, az emberiség az azt mondja, hogy hát hogy játszanak össze, mert gyakorlatilag a túlélésre alkalmatlanok vagyunk. Hát gondold végig, ott, ahol mondjuk tényleg családi gazdaságok működtek, és bevezették a kötelező oktatást, és a családi gazdaságokból kiöregedtek az öregek, mert a családi gazdaságokban már nem akartak dolgozni a fiatalok, mert az oktatás révén ők már a városba akarnak élni, és alkalmazottak lenni, és nem családi gazdaságba dolgozni. Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag sikerült az emberiség nagy részét rávenni arra, hogy az életnek egy célja van, az, hogy minél több pénzt elköltsél. Érted? Minél több pénzt elköltsél. És ha ezt nem tudod megtenni, akkor van még egy mellékes cél, hát hogy túlélj. De hát, hogyha nem tudsz túlélni, akkor meg minek költ? Vagy ha nem tudsz költeni, akkor meg minek élnél túl? Hát sok ember azért lett öngyilkos már a bolygón, gondold végig, mert eladósodott mondjuk. Érted? Mert az azt jelenti, hogy kevesebb volt a vagyona, hogy is mondják ezt? Ja, kevesebb nem. Tehát több volt a hitele, mint a vagyona. Érted? Tehát rengetegen a bolygón már azért öngyilkosak lettek, mert pénzügyi nehézségeik lettek. Gondold végig, mikor volt például az a 1927-es tőzsdekrak, akkor ugráltak kifele az emberek Amerikába a magas házakból. Érted? Tehát nehogy akkor azt mondd, hogy nem az anyagért élnek túl az emberek.
Na most, ha azt csinálnád, hogy jó, akkor innentől kezdve mindenki éljen meg maga, vége minden segélynek, minden nyavajának, érted, alkalmazotti létnek, hát gondold végig, hány ember tudna az életének az irányítását a saját kezébe venni. Vagy hányan mondanák azt, hogy jó, akkor akasztok föl magunkat. Gondold végig. Tehát mondhatni azt, hogy eljutott az emberiség arra a szintre, hogy nem a túlélés a legfontosabb tényező, hanem a pénzköltés a legfontosabb tényező. És ha nincs pénzköltés, akkor minek éljünk? És most elindult e felé is a világ, hogy az emberiséget elszegényítsék, legalábbis azt a réteget, ami most az emberiség tekintetében közép rétegnek tekinthető. Tehát ugye tudjuk, hogy van sok milliárd szegény ember a Földön, akik létminimum alatt élnek, és van a ugye nyugati társadalom zöme az közép rétegbe tartozik. Tehát ezt most csak azért mondom, hogy lásd át, hogy van egy ilyen törekvése a hatalomnak, hogy gyakorlatilag megmérgezni az emberiséget. És gondold végig, még azokban az országokban is, ahol még nincsen vegyszerezés, mert maguk termelnek. Aha, és ha a levegőt elkezdik, ott is szennyezi, már pedig ott is szennyezik. Chemtrail-lel. Akkor nem fog bejutni nekik a szervezetükbe méreg? Hogy ne jutna be? Ha gondold végig. Tehát ez a méreg, az minden növényre rátelepül. És ugye mindennel szemben egy dolog működik. Az az immunrendszer, mármint az ilyen dolgokkal szemben, az immunrendszer. Milyen állapotban van valakinek az immunrendszere? És maga ez az immunrendszer pedig attól függ, ugye, hogy az illető milyen jó állapotban van. És az, hogy az ember milyen jó állapotban van, az attól függ, hogy hogyan kezeli az élethelyzeteit. Ha valaki jól kezeli az élethelyzeteit, akkor az immunrendszere rendben van. Ha nem jól kezeli az élethelyzeteit, akkor az immunrendszere nincs rendben. Tehát ez azt jelenti, hogy ugyanabban a környezetben egy jó állapotú ember, az mondjuk túlél. Egy rossz állapotú ember meg meghal betegségben, mert az immunrendszere egyszerűen nem tud egy elég ellenállást kifejteni. Érted? Na most egy ilyen fajta világban, amiben élünk, ahol most egy olyan törekvés van, hogy ugye elszegényítsék a középréteget, hát akkor mi a megoldás? Nem az a megoldás, van egy, ez egy univerzális szabály. Az univerzális szabály a következő. Hogyha nehezülnek a körülmények, akkor neked többet kell dolgoznod. Érted? Tehát vagy hatékonyabbnak kell lenned. Tehát vagy többet kell dolgoznod, vagy hatékonyabbnak kell lenned. Hogy milyen módon leszel hatékonyabb, az most ebből a szempontból mindegy. De hatékonyabb legyél. Ez a fontos. Tehát gondold végig, ez mondom egy univerzális szabály. Tehát a körülmények azok egyszer javulnak, egyszer romlanak. És ez nem csak a bolygón van így, a bolygónkon, hanem a világegyetemben. Hogy a körülmények azok soha nem csak javulnak, és soha nem állandó, és soha nem csak romlik. Ez váltakozás van. Javulás, romlás, kis stagnálások vannak.
De a stagnálás az mindig a vég kezdete, mármint a romlás kezdete. Tehát lényeg az, hogy az embernek tudnia kell, hogyha nehezülnek az életkörülmények, akkor nem azt kell tenni, mint eddig. Mert ha ugyanazt tesszük, mint eddig, akkor ugyanoda jutunk, mint eddig. És ugye mondtam egy fontos kérdést az életkörülmények nehezülésére, márpedig azt, hogy hogyan boldogulsz az életed különböző területein, és hogy jó hangulatod legyen, azért kell boldogulni, nyilvánvaló. És akkor megnézzük, ugye van 10 életterületünk. Tehát 10 életterület. És ez a 10 életterület, látjátok. Ez kihat ugye a hangulatunkra. Minél jobban tudsz működni ezeken az életterületeken, annál jobb hangulatú tudsz lenni. Persze lehet olyan, hogy lehúz egy körülmény. De nem mindegy, hogy lehúz egy körülmény és visszajössz, viszonylag rövid időn belül, vagy szépen ballagsz lefele, mint amit most a társadalom csinál, szépen hangulatban ballag lefele. Nem hirtelen zuhannak le, hanem ballagnak lefele. És tudod, mi a baj ezzel? Hogy mindig ez úgy működik, hogy a kicsit rosszabbat, ahhoz hozzászoknak az emberek. És akkor utána megint egy kicsit rosszabb, megint egy kicsit rosszabb, megint egy kicsit rosszabb, és így nem feltűnő, hogy egyre rosszabb, érted? Mert ha lezuhansz, az feltűnő, érted? Mert akkor az előbb még jó állapotban voltál, most meg hirtelen lezuhantál, azt mindenki észreveszi, hogy hú, ha itt valami nem stimmel, valamit tenni kell, mert lezuhantam. De azt a kutya se veszi észre, ha mindig egy kicsit rosszabb és rosszabb. Mert mindig egy picit rosszabbhoz simán fogják, és azt mondják az emberek, csak sokkal rosszabb ne legyen. Érted? És az a picit rosszabbat még elfogadják. Azt mondják, hogy jó, ez rendben, ezt még simán elfogadjuk. És akkor megint egy picit rosszabb, megint egy picit, és szépen így hozzászokatják az embereket ahhoz, hogy szépen megszokják az egyre rosszabb és rosszabb helyzetet. Ezzel az a fő probléma, hogy ezt tudod micsoda? Ez süllyedés. Ezt úgy hívják, hogy süllyedés. És van egy vízi mentő szabály, hogy süllyedő hajót nem mentünk. Ez egy vízi mentő szabály. Először meg kell várni, hogy teljesen elsüllyedjen, leérjen amiben süllyed annak a fenekére, és utána lehet menteni. Tehát, hogyha az gyorsan süllyed, érted, magával rántja a mentőhajót is. Ezért nem mentik addig, míg el nem süllyed. Nyilván, aki ki tudott úszni, hát azt megmentik természetesen. Hát aki meg elsüllyedt a hajóval, mikor süllyed lefel a hajó, nem tudnak vele mit csinálni. Oké? Na most ezt miért mondom? Mert egy ilyen társadalmi formát élünk. És sok olyan emberrel találkozhatunk, akik hirtelen lemennek, azok vissza akarnak jönni. De akiknek mindig egy kicsit rosszabb, és csak egy kicsivel rosszabb hangulatba kerülnek, azok szépen ahhoz hozzászoknak, és azt hiszik, hogy nekik az úgy jó. Érted? És az gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy még most menthetetlen. Azok a menthetők, akik azt mondják, hogy én ennél lejjebb nem akarok menni. Érted? Mert nekem ez a vég. Ez az alja az egésznek. Érted? Na most itt egy kérdés van,
Ugye visszatérve ide, nézzük. Tehát ugye miért kell aranykornak lenni? Hát én megkaptam küldetésként, hogy a csapatommal hozzuk létre az aranykort. Az aranykor egy átmeneti korszak ahhoz, hogy egy magasabb létformába, ahonnan jöttünk, visszakerülhessünk. Tehát visszakerülhessünk. Ami annyit jelent, hogy ahhoz, hogy ez megtörténhessen, kell lenni egy újfajta társadalmi formának, ami nem ez a dedili, hanem az aranykor. Ahol nincs elnyomás, nincsenek elnyomók, gondoskodnak arról a fentiek, hogy ne legyenek, és a társadalomnak nincs szüksége pénzre, nincs szükség arra, hogy vezessék az embereket, mert az emberek tudják majd a dolgukat. Nincs szükség arra, hogy agyon dolgozz magadat. Egy dologra lesz szükség, az, hogy tanulj, fejlődj, és a tudásodat add tovább. Ez. Erre van szükség. Tehát egy olyan társadalom, ahol az embereknek már együtt kell működniük. Az együttműködés, az pedig szeretetben, békében és boldogságban kell, hogy megvalósuljon. Mert enélkül nem lesz aranykor. Tehát enélkül az emberiség nem teljesíti be a küldetését, tehát nem teljesítik be az emberek egyénileg azt, hogy megtanulják a jó és a rossz közti különbséget, és képesek legyenek odafönt az univerzumi működésben úgy cselekedni, hogy ne kérdőjelezzék meg azt, hogy miért kell most azt tenni, amit tenni kell. Most mondok példát. Vannak a fentiek között olyanok, akik igen magas teremtői képességekkel bírnak. És azok fogják, és egy páran összeállnak, és idézőjelben a semmiből létrehoznak egy naprendszert. Érted? Egy naprendszert. Nem a semmiből hozzák létre, hanem az energiát alakítják át anyaggá, és az anyagot alakítják át naprendszerré. Világos ez? Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk ez egy szint odafönt. Oké? Okay. Ugyanis az univerzum az folyamatosan épül kifele, és mi már a naprendszerünkkel, hát eléggé nem a naprendszer szélén vagyunk, hanem már közelebb vagyunk a központhoz, mint a naprendszer széléhez. Ezáltal ennek a bolygónak a jövőben más a szerepe, mint eddig volt. És ugye egy olyan szerepe van, hogy akik a jövőben is vállalják azt a létformát, hogy ember akar lenni, nem a mostani emberekről beszélek, hanem egyéb magasabb rendű létformák, vállalják azt, hogy emberek akarnak lenni egy darabig, hogy bekerüljenek abba a létformában megtanulhatják a jó és a rossz közti különbséget, akkor azok bevállalják. Akik pedig nem tartoznak, tehát nem lennél itt a Földön, ha nem tartozhattál volna abba a létformába, ahova visszamész, vagy vissza tudsz menni. Tehát ami azt jelenti, hogy te egy más, mondjuk egy gonosz létformába lettél volna, akkor most nem lennél itt jelen az emberiség életében. Nem tudom, elég világos voltam-e. Tehát ugye az emberiségnél csak olyanok születhetnek le, akik abban a társadalmi formában léteztek, ahova vissza kell térniük. Érthető ez?
Jó? Tehát ami azt jelenti, hogyha itt vannak gonosz lények, már pedig vannak gonosz emberek, akkor azok nem azért váltak gonosszá, mert mondjuk egy gonosz társadalmi formából ide kerültek. Érted? Egy gonosz fenti, vagy akár lenti társadalmi formából ide kerültek. Ők azért gonoszok, mert annyi földi életet éltek meg, hogy olyan karmát hoztak tovább, ahol nekik jelenleg ez a feladatuk, ez a szerepük. Miért? Nagyon egyszerű, hogy a többiek meg tudják élni a rosszat. Érthető ez? Tehát mi emberek meg tudjuk élni a rosszat. Mi a többiek? Milyen rosszat? Hát amik rosszak, rosszként értékeled a földi létedben. És ha rosszként értékelsz valamit a földi életedben, akkor nem tudom, tapasztaltad-e, hogy akkor a jót lehet, hogy többre értékeled. Érted? Tehát, hogy az ember értékelje a jót, ezért meg kell tapasztalnia a rosszat. Hogy különbséget tudjon tenni a jó és a rossz között. Érted? Tehát mi azért vagyunk itt, mert nekünk teremtői és nem rombolói feladatunk van, mint lélek az univerzumban, nem itt a bolygón. A bolygó ez csak egy átmenet az univerzumban. Érted? És az, hogy valaki feljut-e a magasabb létformába, ahonnan jött, az csak az ő döntése és senki másé. Világos ez? Tehát ezzel kapcsolatban a vezetőképzőn egy pár embernek mondtam információt, de az most nem nyilvános információ. Szóval a lényeg az, hogy minden embernek van egy saját döntése. Tehát nem tudom, tudjátok-e, hogy az 1800-as évek végétől szabad akarattal rendelkezünk. Mi emberek. Ami azt jelenti, hogy attól, hogy valaki valamilyen életkörülménybe beszületett, attól még neki nem kötelező azt az életkörülményt végigvinni az életében. És az sem kötelező, hogy továbbadja a gyerekeinek. Hanem ő bármikor eldöntheti minden ember a bolygón, hogy nem ezen az úton megyek tovább, amin elindultam, hanem mondjuk eddig eljutottam, és itt csinálok egy ilyet, mert úgy látom, hogy az az út, amin mennék egyenesen, annak nem jó a vége. Érted? Mert ha megnézed, ha körülnézel, ha már PPA-s vagy, jól meg tudod ezt figyelni, főleg ha egy kicsit hosszabb ideje vagy, hogy ez mennyire igaz. Tehát, hogy amiben beleszülettek emberek, a legtöbb ember azt viszi tovább haláláig. A legtöbb ember ezt csinálja. És nem csinál egy elfordulást az életében. Tehát nem azt mondom, hogy hátraarc, mert hátraarc nem tud lenni, de tud egy pár tízfokos fordulatot, érted? Vagy akár több tízfokos fordulatot csinálni. Ha rájön arra, hogy vajon annak, ahogy élem az életemet, mi lesz a vége? És ha vége lesz, akkor annak a végnek mi lesz a következménye?
Érted? Tehát most gondold végig, hogy aki nincs benne egy olyan közösségben, amelyikben jól érzi magát itt a bolygón, vagy nincs közös vállalkozásuk, közös tevékenységük. Márpedig itt a nyugati társadalomban ugye ez a jellemző, amit most mondtam, hogy nincs, nincs. Akkor, ha nem lenne most hirtelen pénze, mit csinálna? Ha nézd meg, nagyon jó példa volt erre a Covid. Az emberek nem mehettek pénzt költeni. Rengetegen belebetegedtek, tehát abba betegedtek bele. Egy. Kettő, rengeteg embernek a hangulata úgy leesett tartósan. Oké? Na most, ez egy olyan körülmény volt, ahol tesztelték, hogy mi lesz akkor, hogyha az emberek nem költekezhetnek. Most már nem tesztelik, hogy az emberek nem fognak költekezni, hanem fél éven belül el fogják érni, hogy ne tudjanak költekezni. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy ha valaki nem tud költekezni, akkor nem lesz üzemanyagra pénze, hogy ide-oda menjen. Nem lesz pénze arra, hogy bármit vásároljon. Örül, hogy az élelmiszerét ki tudja fizetni, meg azt a vastag kabátot, amit fölvesz, érted, hogy ne fázzon. A lakásába. A lakásába. Na most, gondold végig, hogy mi lesz az emberekkel akkor? Tehát ugye valamelyik nap elmondtam, de az ismétlés a tudás anyja, hogy nézz utána, mennyit romlott a dollárhoz képest a forint. Pontosan 40%-ot egy év alatt. Nézd meg, hogy mennyi volt az amerikai infláció. Ezt is meg tudod nézni. Egy év alatt 8,3%. Ha ezt a kettőt összeadod, mivel nekünk forintunk van, akkor mennyit romlott a pénzünk? Mert a dollár romlott 8,3%-ot, hivatalos adatok szerint, a forint romlott 40%-ot, a dollárhoz képest, akkor hány százalékot romlott a pénzünk? 48,3%-ot. Ha valakinek ez nem jön ki, ez a matek, akkor iratkozzon be a harmadik osztályba. Általános harmadik osztályba. Oké? Szóval, vagy esetleg a másodikba. Jó, tehát ez egy egyszerű matek. És gondold végig, mi lesz a megoldás? Tehát ugye még egyszer mondom, hogy az a megoldás, ugye ilyen esetben, hogy az ember egy olyan közösségben legyen, ahol húzzák fölfel a hangulatát. Egy, kettő, hogy legyen megoldásai. Ha ez van arra, az a megoldás, ha az van arra, az a megoldás, ha ez van arra, az a megoldás. Oké? Ha esetleg maga nem talál ki megoldásokat, akkor sincs gond, mert segítenek, összedugják a buksijukat az emberek, azt kiötlik a megoldásokat. Érted? Sok embernek sokkal több esze van, mint egynek. Nem? Szóval lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy mit gondolnak az emberek. Szépen mennek lefele, egyre rosszabb és rosszabb, szépen szoknak hozzá. Mi lesz az emberiség nagy részével? Érted? Mi lesz velük? Ha nem kezdenek el fejlődni, mi lesz velük? Az emberiség 80%-a szociális. Az azt jelenti,
hogy nem elnyomó, hanem szociális működésű. Tehát ez az élni és élni hagyni elven működő ember. A 20% az, amelyik nem ilyen. De mégis az emberiség 70%-a gyakorlatilag nem tud haladni a saját útján, hanem éppen azt követi, ami van. Érted? Ha azt kell követni, hogy oltassák be magukat, akkor azt követi. Ha más egyéb dolgokat kell követni, akkor azt követi. Érted? Nincs önálló gondolkodása az emberiség 70%-ának. Érted? Nincs. Ami azt jelenti, hogy ugye ezt a, tudják a hatalom, hogy nincs, és oda vezetik őket, ahova akarják. Érted? Tehát ugye miért nincs önálló gondolkodása? Nagyon egyszerű. Mert nem fejlődik semmit. Tehát ő a tanulmányait abba hagyta valamelyik iskolában annak idején. Fiatal korában. Ott valahol abba hagyta a tanulmányait. A 4% az, aki igazából tudja, hogy merre akar menni. Oké? És ugye még van ott egy 26%, amely ha megmutatják neki, hogy merre érdemes haladni, akkor azt tud haladni. De ez megint önálló döntés, értitek? Tehát önállóan döntik el az emberek azt, hogy most ő akar-e tanulni, vagy nem akar tanulni. Akar-e fejlődni, vagy nem akar fejlődni. Érted? Ez teljesen önálló. Tehát egy olyan világban élünk, ahol egyetlen kiút van, hogy az ember fejlődik egy olyan közösségben, amely tudja, hogy merre felé kell haladni. Érted? Na most mondok példát. Itt vannak a vallások. Akik valamilyen vallásokban vannak, most a fanatikusokat vegyük le. A legtöbb vallásban nem a fanatikus a többség. Oké, a fanatikusok azok mindig egy kisebbség. A legtöbb vallásban tök normális emberek vannak. Ami azt jelenti, hogy azt tapasztaltam, és a történelem ezt bebizonyította, hogy a vallásos emberek alapvetően etikusabbak, mint a nem vallásosak. Most mondom, vegyük le a fanatikusokat. Tehát átlagosan a vallásos emberek etikusabbak, mint a nem vallásosak. Ugye lehet is azt mondani, hogy azért, mert istenfélők. Félnek attól, hogy az Isten a rossz cselekedeteért megveri őket. Nem feltétlenül ezért. Hanem azért valószínűleg, mert esetleg tanítják is valamilyen szinten a etikusságot, mint ott van a 10 parancsolat is például. Na most gondold végig, van egy csomó ember a bolygón, aki hát nyitott, a saját fejlődésére nyitott. Tehát vannak a vallásosok, vannak akik nyitottak a saját fejlődésükre. Ha megnézed a vallásosokat is, ugye mit csinálnak? Általában közösségbe járnak, nem? És ott valami tanítást várnak. Nem biztos, hogy kapnak, de várnak. Nem? Na most gondold végig azt, hogy vajon azok, akik szeretnének fejlődni,
Tehát önfejlődésre van igény, nem vallásosok, csak önfejlődés. És vannak azok, akik vallásosok, de nem ilyen fanatikus vallásosok, ilyen bigott. Oké? Mennyien lehetnek a bolygón? Bazi sokan. Na ők azok, akiket most elmondtam, ez a két társaság, akik valamilyen szinten nyitottak a fejlődésre. Oké? Azok közül is természetesen meg kell találni azokat, akik ténylegesen hajlandók is tenni magukért, meg másokért. Oké? Ami annyit jelent, hogy ez nem pár millió ember a Földön. Nem pár tízmillió ember. Ez azt jelenti, hogy mondhatjuk azt, hogy milliárdok. Érted? Milliárdok. Tehát mondhatnánk azt, hogy milliárdok nyitottak lennének arra, hogy egy magasabb létformába jussanak. Hát gondold végig, a vallásosoknak ez az alapja. És a vallásoknak ez az alapja, hogy hisznek egy bizonyos valamilyen Istenben. Érted? Akik meg személyiségfejlődésre vágynak, hogy jobban boldoguljanak az életükben, azok meg abban hisznek, hogy ők képesek a fejlődésre. Gondold végig. Tehát ha azt gondoljuk, hogy ez az emberiség nem lenne képes arra, hogy aranykor legyen, és feljussunk a felső létformába, akkor valami nincs rendben az illető gondolkodásával. Csak ugye a vallások mit csinálnak? Megosztják az embereket. Ugye van az ősi hit. Az ősi hithez nem kellett templom. Oké? Az ősi hit az azt mondta, hogyha kapcsolatba akarok kerülni a jó Istennel, akkor magamban kell kommunikálni a jó Istenemmel. Érted? Na most gondold végig, hogy ez azt jelenti, hogy régen minden egy ember, amelyik egy Isten hívő volt, az bármilyen helyen, bármilyen körülmények között képes volt arra, hogy kommunikáljon a saját Istenével, Teremtőjével. Érted? És ahhoz nem kellett egy Istennek lejönni, és hívőket gyűjteni, és kialakítani embereken keresztül egy vallást, hogy ő neki legyen elég energiája. Hogy nagyobb hatalomra tegyen szert a világegyetemben. Mert erről szól a történet. Mit tudom én, lejött Jehova, azért, hogy hívőket gyűjtsön, vagy lejött Síva, vagy bármelyik, hogy hívőket gyűjtsön, és onnantól kezdve nagyobb, mikor meglettek a hívők, az azt jelenti, hogy ő neki nagyobb lett az energiája, nagyobb lett a hatalma, oké? És ezáltal a világ mindenségben szó szerint nagyobb teret töltött be. Világos? Ez erről szól az összes vallás, ha esetleg valaki ezt nem látja át. Ott, ahol konkrétan nevesítik az Istent.
Oké? Az mind itt volt a Földön. Azért, hogy hívőket gyűjtsön, kialakítson egy vallást, hogy az emberek hozzáimádkozzanak, az ő nevét emlegessék föl, és onnantól kezdve minden névföl emlegetés, minden rágondolás, minden imádkozás hozzá, az az ő energiáit növeli, és az ő hatalmát növeli a világegyetemben. De mi nekünk, embereknek ez lenne a dolgunk? Hát nehogy már. Hát nehogy már ez legyen a dolgunk, hogy egyes, mit tudom én, ilyen kiemelkedő isteni hatalomra törekedő lénynek a energiáit növeljük. Nem mondom, hogy ez lenne a feladat. Hanem most gondold végig, van egy olyan lény a világegyetemben, amely arra képes volt, hogy felossza önmagát, és a lelkét ből létrehozzon egy új életet. A saját lelkéből létrehozzon egy új életet. Amit úgy hívjuk, hogy lélek. És az emberi lélek is egy ilyen lélek. Tehát magyarul megosztotta magát milliárdok és milliárdok között, érted? Nem csak az emberiségre gondolja, hanem az összes értelmes lényre a világegyetemben, még azokra is, akik azóta gonoszak lettek, az mind belőle származik, akkor gondold végig, hogy ez a lény mekkora szeretettel bír, hogy megosztotta magát. Miért nem csak azt csinálta, gondold végig, mert most a legtöbb ember azt csinálná, hogy jó, akkor lesz egy pár, akivel tök jól el vagyok. Nem? Miért osztanám meg magam mindenkivel, aki csak létezik, érted? Illetve akarom, hogy létezzen. És akkor ugye azok közül rengeteg rossz útra tért, miért? Hát nagyon egyszerű, mert itt az emberi példából is láthatod, hogy az emberek, ha sok gonoszságot ér, történik velük, akkor előbb-utóbb gonoszszá válnak. És ugyanez történt ugye az isteni lényekkel is. Lásd Lucifer példáját. És akkor ugye mit csinál a gonosz egy idő után a jóval? Hát szembefordul vele. És azért, hogy ne forduljon elő azoknál a lelkeknél, amelyek ott vannak a isteni társadalmi formába, az eredendő isteni társadalmi formába, azok kaptak egy lehetőséget, hogy itt különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között. Itt mi emberek kaptunk egy különbség, vagy egy lehetőséget, hogy különbséget tegyünk. És hogy ne akarjunk semmilyen körülmények között gonoszszá válni, sőt, tudjuk kezelni a jót és a rosszat úgy, ahogy a helyén kell kezelni. És ezzel ugye még véletlenül se forduljunk szembe azzal a teremtővel, aki odaadta nekünk a lelkét, érted? Illetve a lelkének egy darabját. Gondold végig, mekkora szeretettel bírhat az a lény, hogyha így megosztotta a lelkét. És akkor onnantól kezdve az a cél, érted, hogy vannak bizonyos lelkek, amelyik nem emberek, és sokkal nagyobb hatalommal rendelkeznek egyébként ezáltal, mint az emberek, bárki itt a Földön. És akkor lejön és alapít egy vallást, és utána energiát kap abból, hogy mennyien követik. A nevetséges. Mennyivel jobb, hogyha az ember tudja azt,
hogy honnan származik. Te az Istentől származol közvetlenül, mint lélek, mint test, nem. Sőt, az emberiség sem. Tehát a tested, ha végigvezetnéd oda, ahonnan kiindult, akkor rájönné arra, hogy nem a jó Isten teremtette az emberi testet. Oké? Ha a jó Isten teremtette volna az emberi testet, akkor az emberi test nem lenne ilyen sérülékeny, ilyen betegeskedő, ilyen rövid életű, stb. Stb. Hadd ne soroljuk tovább. Oké? Hát most gondold végig, a világegyetemben vannak olyan testek, amely 10 000 éveket tudnak élni. Most ehhez képest az emberi test a maga kis átlag 70 évével, az mi? Semmi, érted? Tehát egy átlagos test a világegyetemben több 1000 évet képes élni. Érted? És a lélek kibe jár? Ha akar, kilép belőle, akar, belép, mint a ruhát, amit az imént mondtam, mint a ruhát úgy használja. Érted? Most itt vagyunk mi emberekként, tudatlanok, azért, mert ugye nem bírtuk volna ki a tudás révén a gyerekkort, a csecsemőkort, meg a gyerekkort. Érted? Ha most gondold végig, hogyha ezzel a tudással, amivel most rendelkeznél, csecsemőnek kéne lenned. Képzeld el? Belehalna mindenki, érted? Az nagyobb rabság, mint a börtön. Sokkal. Nagyobb rabság lenne, érted? Tehát persze, hogy törölni kellett a tudást. Evidens. És most gondold végig, hogy ha nem ennyi tudással rendelkeztél, mint amennyi van, a nem földi létedben ennek a sokszorosával rendelkeztél. Nagyon sokszorosával. Na most akkor onnantól kezdve gondold végig, hogy tudtad volna elviselni, hogy egy emberi testbe beleköltözön, ha nem törlik a tudásodat. Most így, hogy felnőtt vagy, hát én látom, hogyha rád zúdítanám azt a tudást, amit tudok, és mondjuk azt a tudást meg kellene tanulni egy hónap alatt, nem tudom, mi lenne veled, lehet, hogy beleőrülnél. Ami azt jelenti, hogy képtelen az ember úgy működni, hogy egyszer rászakad a tudás. Érted? Lépésről lépésre. Tehát ami azt jelenti, hogy egyre több és több tudást az emberi test elbír, de az, hogy hirtelen nagy mennyiségű tudás, az nem bír el. Hát ezt tanuljuk is a tudás akadályaiban, a tanulás. Mi a címe? Eredményes tanulás, köszönöm, igen. Eredményes, nem jutott eszembe az eredményes szó. Eredményes tanulás coachban. Ránéztem az órára. Már megint idő van. Itt van egy közösségünk. Piacvezetők vagyunk abban, hogy független közösség. Oké? És milyen közösség? Olyan közösség, amely tényleg közösség és önfejlődéssel foglalkozik. Tehát itt nálunk ugye vannak emberek, nagyon sokan, akiknek csapatuk van. Persze jóval kevesebben vannak azok, akiknek nagyobb csapatuk van már. De bárkinek lehet saját csapata. Ami azt jelenti, hogy lehet gyakorolni a tudásod átadását azoknak a személyeknek, akik a csapatodba kerülnek. Tehát akiket kinlátsz a színpadon, mikor házigazdák, azoknak mind van csapata. Oké? Persze kisebb-nagyobb. Van, akinek nagyobb,
van akinek kisebb. De az azt jelenti, hogy itt megadatik a lehetőséget, lehetősége mindenkinek, hogy a tudását, megtapasztalását, illetve a tudása által, a megtapasztalása révén másoknak a segítségére legyen. Hogy könnyebben boldoguljanak az életükben. És ez mindez olyan áron, ami bárki számára kifizethető. Egy olyan közösség, ahol az emberek jól érzik magukat, ahol az emberek feltöltődnek, ahol olyan dolgokat tanulnak, amit így komplexen egybe sehol máshol. De szó szerint. Ha nem hiszed, utána nézhetsz, tényleg így van így. Így van ez. Várunk szeretettel közénk, legyél a csapatunk tagja, és meglátod, hogy az, ha itt tanulsz, és használod a tudást, akkor észre fogod venni, hogy milyen sokkal jobban válik az életed. Köszönöm szépen a figyelmedet, szeretlek, minden jót kívánok mindenkinek! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós Mesterkósnak ezt a fantasztikus, nagyon felemelő előadást. Rengeteget tanultunk ma is. Köszönjük szépen. Azt javasoljuk neked, hogyha tetszett az előadás, esetleg már nézed egy ideje ezeket az ingyenes előadásokat, hozd meg életed legjobb döntését, és kezd el a képzést. Tanulóként a képzéseket felvételről is vissza tudod hallgatni, illetve le is tudod tölteni a hanganyagokat. Nagyon kedvező a tandíj, óránként 660 forint. Szerintem ez nagyon csekély, ez 30 óra képzést akar, ez egy hónap alatt 19.700 forint. A második hónaptól pedig 330 forint, azaz 9.800 forint árgaranciával, folyamatos tanulás mellett. Próbáld ki pár hónapra, nincs vesztenivalód. Ezért javasoljuk, hogy vedd fel a kapcsolatot az ajánlóddal, a vezetőddel, vagy aki számodra szimpatikus a PPH-sok közül. Várunk szeretettel! Szeretném még egyszer megköszönni, hogy a mai szeminárium házigazdája lehettünk. 600 ezer forint. És mindenkinek én balga módon lehagytam, igen. Ezeket a kitűzőket, amiben a neved van. Így van, a bejáratnál lesznek ilyen kis kosarak oda, légy szíves, gyűjtögessétek, igen. És körbeállás fog majd jönni. Körbeállás fog még jönni. Vagy következik, bocsánat. Jobb kéz felül, bal kéz alul. Így van. A végén ne tapsoljunk, mert különben szétcsapjuk az energiát, ez nagyon fontos. És még, van itt még valami kis... Igen, igen. Aki kocsival jött és a külső parkolóba áll. Nem tudom, most annak mi a menete? Most ide be kell hozni a kártyát, leolvasni, vagy... Oda adunk egy új kártyát, ugye Marian ott lobálja. Ott lobogtatja hátul, tőle lehet kérni, mert különben pénzért tudtok csak kimenni a külső parkolóból. Ez nagyon fontos. Ez már véreből el. Látod, aki nem figyel. Mariannál kis cetli. Kis cetlit, a parkolókártyát tőle kell kérni, mert most nem egy ilyen lejövős, feljövős, bedugós izé, hanem most külön kap mindenki ilyen kis kártyát. Igen. Örülünk, hogy együtt lehettünk ezen a mai napon. Nagyon jól éreztük magunkat. Így remélem, van. Ti is jól éreztétek magatokat. Kapom a visszajelzéseket. Sok sikert kívánunk nektek. Széles utat. És szeretünk benneteket. Sziasztok. Sziasztok.